Sziasztok! A mai napon újabb cuccal bővült a gyűjteményem, amit természetesen már be is dobtam a vitrinembe, de ebből a cuccból kettő darabot vettem, mert utána néztem kicsit, hogy mégis mit jelképez alapjáraton. A mai vásárlásom, kérlek szépen gyerekek, egy Gastrakan Fallen Angel szobor. Ez a Fallen Angel azt jelenti, hogy bukott angyal. És megkérdeznétek, hogy mégis mit jelképez ez a csontváz. Nos, mi is a neve? Mondom mindjárt. Mexikóban és Amerikában Santa Muerte-nek nevezik. Avagy Szent Halál magyarul. Igazából, akárhogy nézitek, ez a kis szobor szerencsét hoz. A Szent Halált szentként tisztelik Mexikóban és Amerikában is. Igaz, hogy a római katolikus egyház nem fogadta el szentként, de sokan szentként tisztelik őt. Utána néztem, hogy szerencsét hoz, a rossz embereket távol tartja tőled, a rossz akaróidat pedig bűnnel sújtja. Nem is tudom. Igazából csak jót hoz. Vagy mindentől megóv a halál angyala. Na de, bontsuk is ki, gyerekek, mert mondom, ezt is várjátok, hogy ó, bontsuk már ki, kibontjuk. Ezt egyelőre nem tudom, hova teszem, az is lehet, hogy a kocsimba, vagy a föl a szekrénye tetejére, hogy itt legyen. De igazából kocsiból azért félek, mert kilopják. Nos, ugye egyszer már ki is bontottuk. Itt a teteje. És akkor nézzük. Most innen tudjátok, látjátok, itt van a doboz, minden. Mutatom, nagyjából így néz ki. Teljesen jól látjátok. Hopp, itt van rajta egy ilyen kis rajz, hogy kell összerakni, ha jól látom. Így van. Igen, itt van ez a kis rajz. Ez alapján kell felöltöztetni. Lássuk. Elég korrekt. Olyan, mint a Far Cry 4-es Collector's Edition. Mármint így a csomagolás, ilyen dupla csomagolás. Nézzétek. Ú, de menő. Figyeld, majdnem akkora, mint én. Amúgy nem. Tök új illata van, érted? Még a festék illat. Ú, de jó, benne van. Azt a rohadt. Na ez a kemény, gyerekek, egy zsírű cuccot így kibontani, mint ezt. Nos, akkor nézzük. Ugye itt van a kaszája is neki. Megpróbálom úgy megcsinálni, hogy lássák. Szerintem így jó is lesz. Ugye, ez ilyen szép pattintós kis nylon, műanyag. Várjatok, ha össze van itt ragasztózva Cellux-szal. Amúgy én még ilyet nem bontottam ki, így egy ilyen komolyabb cuccot. De amúgy leírásba lakok nektek linket, nézzétek meg ti is, hogy milyen szerencsét hoz a halál, a Szent Halál. Na, ezt le is szedtem, itt az elej, és akkor itt van maga a szobor. Na most, szobrot kiveszem. Hát, gyerekek, ez így elég masszív. Kicsit nehezebb. Hallod, ez egy tömör műanyag cucc. Alján. Nem látom, mi van. Ja igen, hogy eredeti Ubisoft termék. Ezt le lehet szedni a fejéről. Nem, de nem. De, le lehet szedni a fejéről ezt a cuccot. Várjál. Leszedem a sisakját. Sisakját, de hülye vagyok. Ennyi. Szevasz! Nézzétek amúgy mennyire ki van dolgozva az egész. Brutális. És körbe koponyákkal. Ugyebár a játékban a, ki az? A drogkartelnek a főnöke
mármint főnökének az asztalán van ez a kis szobrocska, és tele van pakolva lóvéval. És ezt hogy szedem ki innen? Ja, hogy elmondom nektek, ez annyira rögzítve van. Fura rögzítve van, nektek kell leszedni. Azért odafigyeltek a Ubisoftosok arra, hogy ne menjen tönkre a cucc. Frankon. Megpróbálom mindjárt leszedni, ha sikerül. Szóval ez azért jó pont a Ubisofttól. Igaz, hogy szarjátékokat csinálnak, meg tiszta bág az egész, de ez korrekt. Inkább ilyeneket kéne erőltetnie neki. Leginkább. Aha, itt a kasza. Mindjárt le is szedem. Ezzel. Nagyon ide van csinálva. Miért nem csinálják úgy is a játékot? Itt a kaszája. És akkor van még neki ilyen füzérje. Valahol. Kiszórtam? Ja nem, itt van, nézzétek. Na ugye egyszer a kasza. Itt van maga a csontváz. Mekkora menőség már. Na nézzük csak, és akkor ugye így jön bele a karjába. És hova megy a vége? Csontba vagy? Oda? Így? Tuti, nem? Szerintem ide inkább. De amúgy annyira komoly, hogy még a kezei is durván ki vannak dolgozva. Mondjuk ja, ott van a vér a koponyáján, valamennyire látszódik. Elméletileg ez így van, ha minden igaz. Igen, és akkor itt van egy gyöngyfüzér. Na ugye ezt most ki kéne bontani. Hát kibontom, mert kibontom. Nem nyílik, de kinyílt, jól van. Figyeld. Na és akkor hogy van a rajz? Mindjárt fölpakolom nektek. Szóval ugye egyszer így lejön a nyakán. Igen. Aztán itt van az egész. Igen, még egyszer föl kell rakni ide a nyakára. Persze keresztbe, ha jól látom. De úgy, hogy így teljesen elógjon neki. Épp, hogy csak maradjon itt neki valami kis izéke. És melyik marad kívül, melyik marad belül, mert ez így nem oké. Várjál. Felkötni azért nem akarom. Az úgy oké, hogy a kezébe jön. Menjél csak. Azt mondja, hogy így. Egyszer. Na, így jön ez. Figyeld. Így a menü. Ez egy originál Franco unboxing. És nem is fogom összevágni, mert minek. Ez így az eredeti. Na most elméletileg így ideig eljutottunk. Igen. Picit kisebbnek kell ott lennie. Így van. Így. Nagyjából. Igen. És akkor még ez várja. Ez hogy van? Ez így megfogja. Igen. És még egyszer át kéne tekerni. Mert mint nézzétek, mutatom. Azt mondja, hogy még egyszer. Na. Engedd el. Na, várjál. Figyeld. Aha. Szóval így. Szóval lógjon is itt még neki. Így valahogy. Valahogy így kell lennie. Most nem fogom én itt a jövő hetet elcseszkedni vele. Na, elméletileg, ha minden igaz, valahogy így van ez. Remélem, jól csináltam. Várjál? Nem, ez még így jöjjön vissza. És akkor így. Így, így van. Mármint az ábrán is így mutatja. Remélem, látszódik. Valamennyire. És akkor most jön rá a kis... Ez. És ez így megy föl. Ez így a jó.
Így szépen felöltöztetjük. Érted, mint valami rossz Barbie babás majom. Olyan vagyok. De amúgy utálok babázni. Nem az én sportom. Ezt is kiadhatták volna, úgyhogy nem én rakom össze. És akkor itt lenne élethű nagyságba. Ez így, ahogy látjátok. Frankó, nem? Ugye általában azok szokták a kocsiukba vagy otthon tartani ezt a szent halált, Santa Muertát, akiket sok bal szerencse ért, mármint baleset, meg halál közeli, inkább úgy mondanám, hogy halál közeli élmény. Na most én azért vettem, mert ugye kétszer is volt nekem motoros balesetem, és elég csúnyán ott maradhattam volna, de semmi bajom nem volt. És megláttam, mondom, le van árazva, megveszem. És így is van, megvettem a Santa Muertát. Lehet, hogy nem véletlenül volt ez, hogy pont megláttam, hogy le van árazva, és pont a baleseteim után, nem tudom, de tetszik, megvettem, utána néztem magának, annak, aminek ilyen, mármint így a szentségének, amit így istenítenek benne, és hú, ez megy föl a szekrénybe, tényleg vagy a kocsira, nem tudom még egyelőre. Azt se szeretném, hogy kilopják, vagy feltörjék a kocsit. De remélem már lassan nem lesz velem semmi gond, mármint így balesetügybe. Na ennyi volt az unboxing, teljesen kicsomagoltam, összeraktam, itt van, megmutattam. Ennyi lett volna. Szia!